Köszöntöm a stúdióban Szőke Melindát, úgyis, mint az Ajkai Polgármesteri Hivatal egyik oszlopos munkatársát, és úgyis, mint mondhatom, hogy amatőr történetírót vagy könyvszerzőt. Mert nyilván nem is tudom, mitől profi valaki, de hát a könyv alapján, ha valaki kézbe veszi, nem tudja ezt így eldönteni, mert valóban egy alapos és kiforrott munkáról van szó, sőt, újságíróként mondhatom, a nyelvezete is nagyon magával ragadó, és olvasmányos könyv, sőt változatos, tehát az szokott lenni, hosszú lesz a bevezető, de elmondom, az szokott lenni ilyen esetekben a probléma, hogy túl dagályos az előszó például, és mire az ember a végére már nem is kíváncsi a könyvre. Most itt erről nincs szó, itt inkább felkeltette az érdeklődést a könyv iránt. Akkor a 6000 dolláros kérdéssel kezdjük, hogy mi vezette arra, hogy egy ilyen könyv megírásába fogjon. Tudom, volt ennek előzménye, meg képzettsége is van hozzá, de akkor erről is, ha hallhatnánk egy-két szót. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélhetek életemnek ezen szegmenséről. Ez egy hosszú folyamat eredménye ez a könyv. 2015-ben találtuk meg a tüskevári legelő szélén Zichy István császári és királyi kamarás sírhelyét. De gondolom nem ezt keresték, ezt a síremléket. Nem, teljesen véletlenül bukkantunk rá a sírhelyre, de ahogy megtaláltuk és elolvastam a feliratot, mert az volt az egyetlen kiindulási pont név. Még jó, hogy látszott a felirat. Igen, igen, és akkor ott eldöntöttem, hogy utána fogok járni, mert gyerekkoromban is nagyon érdekelt a helytörténet, különösen a szülőfalum Tüskevár története, és a nagyapám, illetve az idős embereket én nagyon szívesen hallgattam, amikor Tüskevár történetéről meséltek, és többek között emiatt is indultam el annak idején a történelem szak irányában, és az volt a furcsa, hogy nagyapám és más idős emberek sem erről a sírról nem beszéltek. Aztán, amikor ezt megtalálta, vagy megtaláltuk ezt a sírt, és megfogalmazódott bennem az elhatározás, hogy utána járok ennek az embernek, akkor elkezdtem érdeklődni a vadászoknál. Egyébként a név után egyből tudta, hogy merre kell indulni? Tehát, hogy kontextusba tudta helyezni ezt a síremléket? Vagy ezt is kutatni? Nyilván az ember hazamegy, és az az első, hogy beírja a Google-ba, hogy mit szeretne. Én is megtettem, és annyit hozott ki, hogy gróf Zichy István élt ettől eddig, felesége pedig Szögyéni Marik Mária, és semmi. Semmit nem találtam. Akkor elkezdtem a vadászokat felkeresni telefonon, személyesen, és ők erről tudtak, és elmondták nyilván nekem. Nyilván többször látták, már van, csak nem tulajdonítottak jelentőséget. És emlékeztek arra, hogy ezt a sírhelyet kovácsolt vaskerítés vette körül. Ezelőtt 20 évvel még látszott a síron, hogy valaki gondozza, hogy járnak a sírhoz, de ők sem foglalkoztak ezzel, és az ő elmondásukból tudom, hogy a nagy kőkeresztet, a síremlék kőkeresztjét vélhetően szarvasok döntötték le. Aztán mástól hallottam, hogy nem biztos, hanem emberi rongálás. Ennek úgy nem jártam utána, mert azt gondolom, hogy nincs jelentősége. És utána jöttek a levéltári kutatások, vagy interneten? Először az internet volt, hogy valamit találjak, és semmi nem jött szembe, és akkor egy évre félretettem. De az Zichy család az eléggé, hogy mondjam, terjedelmes volt, nem? Ismert nagy magyar nemesi család, gazdag. Igen, egy történelmi családról van történelmi szó. Család. Festményen szerepelnek az Zichyek. Igen, 1200-as évekig visszamenően datálható az ő történetük, de egy kiterjedt családról beszélünk. A könyvemben bemutatom, hány főága van ennek a családnak, és azok hány ágazatra, kisebb ágakra tagozódnak. A lényeg, hogy egy év után újból elővettem, és úgy döntöttem, hogy most pedig valamit találni fogok. Regisztráltam mindenhova, ahova lehet, az Arcanumra, levéltárakba, és az első dolog, ami szembe jött velem, a gróf haláláról szóló
gyászjelentés. És abból megtudtam egy-két adatot, hogy Köszegen halt meg 1895-ben, 42 éves korában, tehát 1853-ban született, de még mindig nem tudtam, hogy mit keres az ő síremléke ott a legelőn. Most ír egy ilyet a könyvében, hogy a múlt levelet írt nekem. Igen. Én ezt úgy éreztem, hogy megtaláltam ezt a síremléket, és a múlt üzent nekem. Hogy üzent. Igen, üzent nekem, hogy utána járjak ennek az embernek, és ez egy 5 éves utazás volt. Ez egy ilyen sugallatszerű volt, hogy na, ezt meg kell kutatni, ezt a témát. És ezért is fűztem aztán tovább úgy a könyvemet az előszó után, hogy levelet írtam a grófnak. Igen. Ez volt a kvázi a bevezető, és a végén egy levéllel zárom, amit szintén a grófnak írtam. És aztán elindult ez a nagyon érdekes utazás, ahogy jöttek szembe az adatok, és ahogy kinyílt nekem Veszprém megye Somló környékének vidéki főúri világa. És ahogy ezek az események megelevenedtek, újabb és újabb grófok jöttek velem szembe Somló környékéről, akik mind Zicsi Istvánnak voltak a barátai, illetve kortársai, és akkor megfogalmazódott bennem az a koncepció, hogy egy kicsit az ő életüket is bemutatom, és nekik is tisztelgek, és bemutatom a Somló környékének 19. század végi, 20. század elejé arisztokrata világát, és történelem szakosként rengeteg szakirodalmat kellett olvasni. Ahogy ön is említette, ezek azért száraz, teli tényadatokkal, na, ezt nem szerettem volna. Igen. Tehát mindenképpen meg kell vagy eleveníteni, kicsit, személyesíteni, lelket lehelni bele, és ez sikerült, van, én úgy így van, ebben így van. És egy kicsit a Somló környékének kultúrtörténetét, a falvakban rejlő értékeket is próbáltam bemutatni, és azt is eldöntöttem, hogy színes fotókat szeretnék a könyvbe, illetve a könyvben hát nyilván szereplő... volt, amit nem lehetett színesben, mert persze, eleve nem színesek. Persze, a régi fotókat, de az újak azok, nem, igen. De ahogy látszik, például itt két devecseri kép van, hogy saját forrás, a könyvben szereplő helyszíneket felkerestem, ami a gróf élettörténetéhez kapcsolódó helyszín. Így jártunk Ausztriába, jártam Köszegen a szanatóriumba, eljutottam Divénybe, a Zicsi család szeniorátus központjába. A Divény... Ilyen is van, szeniorátus központ? Igen. Ugyanis a Zicsi családban, ugye, mert első Zicsi Istvánnak köszönhetik a grófi címet, a Zicsi család grófi ága, mert van egy köznemesi ága is a családnak. Ő volt az, aki harmadik Ferdinándtól először bárói, aztán majd később grófi címet kapott a török elleni küzdelmekben folytatott sikeres részvétele okán. Ő aztán megszerezte Veszprémet, Nagyvázsonyt, oroszvári birtokokat. Tehát Tatán, mint várkapitány is így működött. Így van, és neki köszönheti igazából a család egyrészt a birtok megalapítását, vagy ezt a birtokrendszer megalapítását, illetve hát a grófi rangot, és igazából tőle az ő leszármazottja Zicsi István gróf is. Aki aztán... Ő hányadik, vagy nem számozzák innent? Mert Zicsi István, első Zicsi István, ő akkor a... Ugye, ahogy mondtam, több ág van. Ez nem van. Királyi több ág van. Dinasztia, tehát, ugye? Ez a Zicsi István, a könyvem főszereplője, ő az Adonyiákhoz tartozott. De van például a somlószőlősi Zicsi grófok, ők az oroszvári ág, a lángi ág, a cifrei ág, tehát nagyon sokféle ága van, és ő az Adonyiákhoz tartozik. Elég
kalandos élete volt ennek a grófnak. Pedig nem volt hosszú, ugye? 40, nem volt hosszú, ugyanis fiatalon nősült. A szülei nem voltak anyagilag... túlságosan... Igen, elengedve, a divatosan szólva, tehát nem voltak jó anyagi körülmények között, de azért nyilván az arisztokrata világnak megfelelő körülményeik voltak, és azért akkor az volt a szokás, hogy a fiú gyerekeket katonai pályára küldik. Így történt Zicsi Istvánnal is, elküldték katonai pályára. Na most azért ennél a hivatásnál jóval erősebb a szerelem. És az mindennél, ez, mindent legyőz. Ő is szerelembe esett Szögyéni Marik Máriával, aki ekkor még kiskorú volt. És egyik őjük szülei sem szerették volna ezt, vagy támogatták ezt a házasságot, és hogy a könyvben is leírom. Tiszta Róma és Júlia történet. Igen, titokban kötetett meg ez a házasság, és az akkori szokások, sőt, hát ma is a katolikusoknál az, hogy ki kell hirdetni a házasságkötés előtt az esküvőt, és náluk ez hivatalosan nem történt meg. Tehát az anyakönyvi bejegyzésekből is sok minden kiszűrhető. Gondolom, hogy végsőkig titkolták ezt a frigyet, ugye? Igen, és... igazából két barát előtt mondták ki az igent. A pap csak jelen volt, de nem volt a szó hagyományos vagy kánonjogi értelmébe vett esküvői celebráció. Tehát valakinek vállalni kell ilyenkor a felelősséget, tehát nem jegyezték be a... Bejegyezték. Egyházi anyakönyvben? Bent van az egyházi anyakönyvben is, de van erre lehetőség. Tehát volt, akkor volt lehetőség, és ők ezzel éltek. Na és aztán innen elindult a kálvária, a szüleivel... Kitagadták őket? A szüleivel Zicsi István nem beszélt, szinte megszakadt egy jó ideig a kapcsolat, tehát az 1880-as évek elejéig, és aztán a katonai pályát is el kellett hagyni. Mert hát aki a katonai pályára megy, hoztam is kimutatást, hogy általában későn nősültek, mert minél korábban kilép valaki a katonai pályáról, annál nagyobb cenzust kellett fizetni. Uh-huh. Tehát kvázi büntetést, mert elhagyja a katonai pályát, és azért itt még a 1860-as évek vége, 70-es évek elején azért még ott voltak a szabadság, a 48-as események, igen, tehát azért itt a... Kiegyezés ugye csak 67-ben történt igen, és... Feszült volt a helyzet. Ezt nagyon, tehát nem nagyon nehezen tudták összeszedni ezt a pénzt, és kénytelen volt polgári foglalkozás után nézni, és akkor innét indult el, úgy a Méntelepek grófja, így apostrofáltam a grófnak ezt az életszakaszát. Először Bábolnára került, ott születik meg fia Zicsi István. Ő is István lett. István, és ő egy tudós kutató lett, köszönhető édesapja nevelésének. Egy nagyon széles látókörű ember volt az idős gróf, aki fiát is így nevelte, és ez az Zicsi István a mai Nemzeti Múzeum jogelődjének, a Magyar Történelmi Múzeumnak az igazgatója lett, Tudományos Akadémia levelező tagja, megírta a magyarság őstörténetét, viselettörténetét, tehát 42 évet élt az édesapa, de azt gondolom, hogy egy egyetlen gyermeke volt, de abból egy igazi széles látókörű tudós embert faragott, aki festőként sem volt utolsó. Igen, hát akkor nem elhanyagolható hidat képezett a régi Zicsi István, vagy egykor Zicsi István várkapitány és utódja, leszármazottja, aki tudós lett között. Igen. Nélküle, ahogy mondani szokták, nem jött volna létre ez az ága a Zicsi család, és nem fut be ilyen fényes pályát. Igen. És nekem az volt nagyon megdöbbentő, hogy amikor Magyarországra került a gróf, nem beszélt magyarul. Tehát a családban a francia, a német, az édesanyja cseh származású volt, ezek a nyelvek voltak használatosak, és nem beszélt magyarul.
és itt megtanult. Tehát a nagykőrösi évek, ezen a 800-as évek közepe, ott már a számadási könyveit magyarul vezeti. És olyan szinten büszke volt a magyarságára, és ő ezt őrizte, és ezt fejlesztette, és a gyerekét is már kiskorától fogva ajándékokkal, csak magyarságra jellemző ajándékokkal lepte meg, tehát most egy cimbalom, egy tulipános láda, egy hímzett szűr, tehát annyira odafigyelt, és ápolta a magyarságot, és ezt adta át a fiának, hogy ez mindenképpen most ilyen abban a korban példaértékű volt. Ilyen apróságra hogy derül fény? Tehát, hogy mit ajándékozott például a fiának? Mert ez levelezésből, vagy? Gondolom nem levéltári, vagy újságokból, vagy korabeli dokumentumból. A fiának fennmaradtak feljegyzései, naplójegyzetei. Uh-huh. Ez hogy sikerült hozzájutni? Ezt kiadták. Ez kiadásban megjelent, és abban hiányos, mert ő amikor tehát ez már megint egy másik történet, és ha én elindulok. Jó, túl messzire nem kellene, tehát mert még van témák ezen kívül is. A fiának a feljegyzéseiből derült fény. A fia mérhetetlen módon tisztelte a szüleit, nagyon szerette az édesapját. Az édesapja külföldre utazott vele, megismertette vele Olaszország képzőművészeti alkotásait, a építészet története, a festőket, és aztán Nagykőrösről ott a Méntelepen személyi változások történtek, és aztán onnét került igazából a család Kisjenőbe, a mai Somlójenő területére. Ott vásároltak maguknak házat, egy úgynevezett kőházkastélyt, ami, ha összehasonlítjuk, Eszterházy Ferenc, ugye a Devecseri gróf kastélyával, vagy a Dobai Erdődi grófok kastélyával, vagy éppen a Somlószőlősi kastélyal, ez a legszerényebb kastély a négy gróf otthona közül. De nagyon jól érezték magukat, ezt is a fia feljegyzéséből tudom, nagyon szerettek itt élni, és hát aztán, amikor ide került, bekerült a vármegyei törvényhatósági bizottságba, beválasztották, és itt is folytatta a lótenyésztés kapcsán szerzett tapasztalatait, erre számítottak is a vármegyénél, illetve hát nekik is, ennek a négy grófnak nagy szerepe volt például a Somlót érintő filoxia járvány elleni védekezésben. És hát összetartottak, a legnagyobb hobbiuk a közös vadászat volt, ahol ők aztán nagyon jól érezték magukat. Igen, tehát mondhatni, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak, ugye, mert ezt senki nem kerülheti el. Igen. Viszont ennek a könyvnek van egy érdekes utótörténete, amit az imént említett nekem, hogy fölfigyelt a család egyik tagja a könyvre, sőt, el is jött ide, hogy megnézze a síremléket, amit még addig nem is látott. Ez hogy történt? Igen, igen. Amikor összeállt a könyv anyaga, akkor szerettem volna találni a családból egy olyan leszármazottat, aki elvállalja, hogy előszót ír a könyvemhez, és az első ember, aki szembe jött velem, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének elnöke volt, az Icsi Pál. Hoppá. És ráírtam Messengeren, ismeretlenül bemutatkoztam, és felkértem. És ő ezt örömmel vállalta, ami nekem mérhetetlen megtiszteltetés volt. És Zicsi Pál édesapja pedig, Zicsi Mihály, aki a Széchenyi Könyvtár kézirattárosa, tehát ő is egy tudós ember, és ő még, Zicsi Mihály, Nagyvázsonyban született, Zicsi Péter fiaként, és természetesen meghívtam tehát őket. Tehát igazi vázsonykői, igen, Zicsi. Igen, igen. Meghívtam őket a könyvbemutatóra, és mind a ketten, sőt a Történelmi Családok Egyesületének tagjai közül is számtalan nemesi arisztokrata származású személy megtisztelte, gróf, illetve grófnő megtisztelte a könyvbemutatómat,
és a családdal a mai napig tartom a kapcsolatot, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és meghívtam őket. Júliusban volt a könyv bemutató, és augusztus elején jártak nálam, és elvittem a könyvben szereplő Somló környéki helyszínekre, és így jutottunk el a sírhoz is, és számomra az egész könyvírásos utazásnak a legfelemelőbb eleme, vagy pillanata volt, amikor Zichy Mihály megállt a síremlék előtt, keresztet vetett, letérdelt, és akkor azt mondtam, hogy ezzel a képpel kellett volna zárnom a könyvet, de lehet, hogy lehet, hogy ez meg fog nyitni egy új fejezetet, mert aztán, ahogy egész más kutatások kapcsán megtaláltam Zichy István végrendeletét, megtaláltam a vagyonleltárt a veszprémi érseki levéltárban, tehát közben szembe jöttek velem újabb és újabb adatok, amit remélhetőleg, ha más nem, könyvben nem, de előadás formájában meg tudok osztani a közvéleménnyel, mert nem titkolt vágyam, hogy ezt a síremléket szponzorok segítségével helyreállítsuk, és idén lesz a gróf születésének 170. évfordulója, augusztus 12-én, addigra szeretném ezt a síremléket felállítani, és szeretnék szervezni egy Zichy napot a Somló környékén, ahova szeretném meghívni a leszármazottak. Ezek szerint sok még Magyarországon él, tehát nem rajzottak ki úgy, mint más grófi családok esetleg. Itthon is jelentős hivatalokat töltenek be. Igen, és a Zichy család a történelem folyamán a közigazgatásban, a művészetekben fiumei kormányzó is került ki közülük, tehát azért nagyon ott voltak a közéletben, mecénásként is, tudósként is, püspökként is, tehát nagyon kevesen tudják, hogy például Veszprém püspöke volt Zichy Nomonkos, szintén a Zichy családból, aki a tüskevári templomba tette le a püspöki apostoli esküt. De a tüskevári templom, meg számtalan egy dunántúli templom köszönheti egyáltalán a létét Zichy Ferenc győri püspöknek a 18. századból. És nem titkolt célom, hogy ezen az Zichy napon augusztusban, augusztus 12-én... Klára napján. Igen. Bocsánat. Igen. Akkor bemutassuk a Zichy grófok Veszprém megyében címmel az itt megfordult, vagy itt élő Zichy család tagjait, mert hát Dákától elkezdve Somlószőlőt, tehát minden tehát volt. Ennek a történetnek úgymond még nincs vége, mert... Nincs. Ilyen folytatás várható, viszont írt egy másik könyvet is azután. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy sejtem, hogy családfakutatásban profi, ehhez kellett a Zichy család történetének a kutatáshoz is, de hát a saját családját is megénekelte, úgymond egy másik könyvben. Igen, ez a Semmiért vesztett álmok, amit a családomnak írtam, és a két könyvnek a bemutatója kvázi együtt volt, és a családom élő tagjai mindannyian megtiszteltek a könyvbemutatón, és ők erről nem tudtak. Igen? Nem tudtak. Meglepetés volt. Ez volt nekik a meglepetés, de sajnos ez a könyv is már, vagy a kutatásaim már ezen a könyvön is túlmutatnak, hiszen most már a családom történetét az 1270-es évekig vissza tudtam vezetni, és olyan történelmi családok vannak a felmenőim között, mint a Nemesi Karácsony család, az Esegvári család, a Dömölki család, a Vigyázó család, úgyhogy most lesz egy rendezvényünk. Színes a kép. Igen, Apáca tornán, hiszen dr. Karácsony Imre keletkutató, katolikus pap, Apáca torna szülötte, a felmenőim között tudhatom ezt a tudós embert. Ő volt az első, aki az 1900-as évek elején a törökországi levéltárakba, akit beengedtek, és ő kutathatta a Rákóczi hagyatékot,
és az ottani... Hát a rodostói így van, tartózkodásnak így az van, emlékeit. Így van, és most február 18-án szombaton Apáca tornára szervezünk egy rendezvényt, a karácsony családok, illetve hát Karácsony Imre születésének az évfordulója kapcsán. Nem titkolt célunk az ottani önkormányzattal, hogy a család Karácsony Imre szülői házát egy tájház jellege, vagy egy emlék házzá felújítsuk. Úgyhogy reméljük ezek a rendezvények, amik így várnak ránk, sikeresek lesznek. És hát én mindenkit arra bíztatok, hogy kutassa a családját, mert ez egy hihetetlen utazás vissza a múltba, és megismerni a gyökereinket. És talán egyes viselkedésmódunkra is magyarázatot ad, hogy miért tesszük mi ezt vagy azt az életben, mikor hát hiszen 20 éve, vagy 40, vagy 100, vagy 200 éve ezelőtt ugyanilyen szituációban egy ősünk ugyanúgy cselekedett. Tehát, igen. Mintha az ő, nem mintha, a leszármazottjai vagyunk nyilván, de valami genetikai kapcsolat is van. Igen, ugye Orvos Tóth Noémi az Örökölt Sors című könyvébe pontosan erről ír, de az embert érik meglepetések. Volt úgy, amikor a saját családom történetét kutattam, és senki nem tudott a családban arról, hogy a nagyapámnak volt még egy testvére. De senki. Most kiderült. És ez ott kiderült. Nem mondom el a sztorit, a könyvben bent van, de megrázó volt. Megrázó volt nekünk leszármazottaknak ezzel a történettel szembesülni. De a másik nagyon nagy élményem, és ez sajnos a könyvben nem szerepel, volt az apai nagyapámnak egy testvére, aki nem volt családja, vélhetőleg fogságba került a II. Világháborúban, de senki nem tudott róla semmit, hogy hol tűnt el, hogyan tűnt el, és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetében az egyik nagyon kedves főosztályvezető segítségét kértem, hogy járjunk utána ennek a felmenőmnek, és átküldte az anyagot, és a síremléket is Oroszország Tula nevű városában, ahol Szőke József, hihetetlen, egykori felmenőmnek ott ugye van a márványlapon a neve. Egy egyes harcos után, így igen, után lehet menni, és meg lehet találni akár igen, még a síremlékét is. Az ember nem hiszi el egyből, hogy erre megvannak a megfelelő technikai lehetőségek, de ezek szerint megvannak. Megvannak. És még kapcsolatok nélkül is, ugye? Igen, tehát ha valaki igen, megfelelő internet kapcsolattal és tudásanyaggal rendelkezik, akkor akár meddig eljuthat? Igen. Kérdezem. Igen, igen, megosztottam a Facebook oldalamon, és a Oroszország kiadta az Oroszországba elhurcolt hadifoglyok, illetve hát ugye a politikai foglyok adatait, és ezt digitalizálták, elérhető adatbázis. Keresni is lehet benne? Lehet szerint? Benne keresni, igen, csak én ebben nem találtam meg ezt a felmenőmet. Uh-huh. És ahogy ezt feltettem, az ismerősök közül utána fél év elteltével, mert ez tavaly januártól vagy februártól érhető el ez az adatbázis, azonnyomba közzétettem, és sorba jönnek a telefonok, az üzenetek, hogy köszönöm, és megtaláltuk, és a nagyanyám boldog, a szüleim boldogok, hogy tudják, hogy... Mondom, ez erőt ad a további igen, munkájához. Igen, egyébként, igen, ha már itt adunk, nem aprózza el magát túl sorsan, annyi mindent, tevékenységet folytat, könyvet ír, kutat, utazik, közben meg hát van egy hivatali elfoglaltság is, aminek gondolom eleget tesz. Fizikailag hogy lehet ezt bírni? Azt gondolom, hogy a történelem iránti és a helytörténet iránti szeretetem az gyerekkorom óta megvan, és most, hogy a fiam 25 éves lett, és már önálló életet él, most jutottam el arra, vagy abba az élethelyzetbe, hogy ennek a hobbimnak tudok hódolni. Hát igen, szokták mondani, hogy ha a gyerekek kirepültek, mert a kutya is megdöglött, akkor kezdődik az igazi szabadság, de ezek szerint ön
Hát, igazán hasznos dologra használja ezt a... Van 7 kutyám. Ja, még az sem. Akkornál inkább csodátra méltó. Van 7 kutyám, és azért elég nagy területet gondozok, tehát azért kertészkedem is, tehát azért sok mindennel foglalkozom, de közhely, de mindenkinek arra van ideje, amire szeretné, és engem ez roppant mód boldoggá tesz, illetve jól érzem magam. Teljesen mindegy, hogy Zicsi családdal utazom vissza a múltba, vagy a Karácsony családdal, vagy a saját családommal. Azt gondolom, hogy egyfajta ajándék ez az élettől, hogy én ezt csinálhatom. Köszönöm szépen, és ajánlom ezt a beszélgetést mindenki figyelmébe, aki a családi fényképek nézegetésén túl soha nem jut tovább, mert van azon túl is. Élet, igen, vagy volt? Nagyon szívesen segítek bárkinek, aki a családfa kutatásra szeretne elindulni, mert kollégáimat már egy kicsit megfertőztem, és nem hitték el, de beszippantotta őket. Hát, nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek jó szórakozást ehhez a... Élmény volt belepillantani a munkába. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Hozzánk.